reggel kijöttem, és 8 percet álltam az ég alatt, és néztem az eget. Tehát azt gondolom, hogy ez most már kezd súlyosra válni. Beteg vagy, ja, mondd. Nem. Néztem az eget, hogy milyen csíkok vannak az égen. Aha. Nem hiszitek el. És az a durva, hogy elkészültem a beszámolommal, úgyhogy szerintem holnap megtartom, és utána ti is figyelni fogjátok. Figyelj, tele van az ég csíkokkal. De akkor miért vagy most megint ilyen csinos? Azt hittem, hogy ez nem kell sok helyre. Kedves egybegyűltek, kedves hallgatóink, harcos társaim, néhány szó. Figyelj, nagyon durva. Nagyon durva, ami zajlik. És ezt most komolyan mondom, de hogy ma reggel kijöttem, hajnalban horizontól horizontig tartó, szétterülő, nem felhőszerű csíkok vannak az égen. Teljesen egyértelmű. És ez holnap most már ti is látni fogjátok. Én mutatok nektek majd egyet-kettőt, tényleg. De ez csak nappal látszik, nem? Nappal látszik, ugye az ég sötét volt, és a felhő egy kicsit világosabb volt, és teljesen egyértelmű. Látszott két párhuzamos csík, ami ugye kondens csík szerű, de nem az, és szétterül az égen. Tehát ugye olyan, mint egy ilyen permet, amit így beszórnak. És ott álltam, és néztem, és Vikinek is mutogattam fölfelé, nézzem föl, nézzem meg az eget. Ez a csúnya fizika, de tényleg. Semmi köze a fizikához, hogy meglátod. Rájössz. Semmi köze. Dehogy nem. Á? És nem láttál a hold előtt elúszni egy kerékpározó kisfiúnak a sziluettjét, akinek a csomagtartójában valami nagyon fura lény. Nem, azt nem. Na mindegy, olyan nyomott hangulatba kerültem ettől. Hogy? Hát, hogy letermetezték szegényt, alumínium, nem tudom mivel. Azért kellett átöltöz. Igen. Visszamentem. Egy tisztáért. Visszamentem, gyerekek. Visszamentem, még egy kicsit át kell töltözni, meg le kellett ilyen antibakteriális szappannal zuhanyoznom, hogy nehogy én is kapjak permetet. Ezeket már megmutatom. Az, hogy ezen fotón nem jön át jól. Szóval, hogy az eget kell nézni. De megmutatom, majd érdekes az egész, amiről beszélek, hogy mi is ez tulajdonképpen. Alig várjuk. Tessék? Alig várjuk. Kemény, most megnéztem nagyon sok anyagot ehhez kapcsolódva, hogy mi is ez a chemtrail, meg mi történik, meg milyen konferenciákat rendeznek már világszerte erről. Tudósokkal, meg szakemberekkel, fizikusokkal, akik már mind összefogva ezzel ellen küzdenek, hogy ezt valaki ismerje be, hogy mi történik. Úgyhogy izgalmas. Hát csak a fele igaz, amit mesélek majd, akkor nagy bajba vagyunk. Na. Akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Engem az egyik fele mindenképpen érdekel a trail. A trail az érdekel? Igen, szeretek túrázni. Nem, az a baj, hogy túl naivak, meg jóindulatúak vagyunk. Meg azt hiszük, hogy hát ezt miért csinálna egy másik ember? Miért tennének velünk ilyet? Hát engem jóindulatúsággal senki nem vádolhat. Az igaz. Úgyhogy mindegy, ilyen paranoiás vagyok, illetve nem is paranoiás, csak jó, amikor olyan érzés ez, mint amikor megtudsz valamit, felébredsz egy kicsit, és elkezded más összefüggésében vizsgálni a világot, és mást veszel észre, és másokat figyelsz meg, és közlekedsz az utcán, és azt érzed, hogy akik ezt nem látják, akik ezt még nem vették észre, vagy ezzel nem foglalkoznak, alszanak. És egy tök jó érzés, ha elkezded ezeket az összefüggéseket megérteni, meg realizálni, meg felfogni, hogy valójában miért történik. Na de ugyanakkor elkezdesz rögtön aggódni is. Van rá ok, mert én azt gondolom, hogy az ember tényleg megválaszthatja azt, hogy mit eszik, mit iszik, hogy él, egészséges marad-e, vagy nem marad egészséges, vagy tesz az egészségért, vagy nem. De amikor rajtad kívülálló tényezők, hatalmak, emberek döntik el, hogy te egészséges legyél-e, vagy ne, az ijesztő és az szomorú. És itt ez történik. Úgyhogy mondom, holnapra kész vagyok. Bárhol él a világon, bármit eszik, iszik, lehet az hús, lehet az zöldség, élet Barcelonába, vagy a Vega Pizzába. Nem, az a durva, hogy nem. Tehát, hogy... És itt nálunk is permeteznek ezek. Mindenit permeteznek. Igen. Akkor gyöfeje. Igen. Egy nagyon-nagyon szép ideológia, és egy nagyon-nagyon mi megmentünk benneteket, és az emberiséget, és teszünk azért, hogy nektek 50 évvel sokkal jobb legyen ideológia mögé elbújva. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők ezt úgy csinálják, hogy permetezünk titeket rosszal, de nem valljuk be, hanem fölépítünk egy ideológiát, amiért ti majd azt kéritek, hogy de jó, hogy ti permeteztek. Sőt, permetezzetek még többet, mert nagy a baj. És mire permeteznek? Csak holnap elmondom. Hát jó? Csak egy mondat, hogy mit ígérnek, hogy miért lesz jó. A maga a permetezés az tulajdonképpen arról szól, de nem akarom ezt előni, holnap mondom, készülök egy elég hosszúval. Csak egyetlen egy mondatot, ez azért van, hogy különböző alumínium részecskéket juttatnak a levegőbe, ez geoengineering nevezetű angol jövevényszó, ami azt jelenti, hogy a föld felmelegedése ellen tesznek. Valahogy is alumínium részecskéket juttatnak a levegőbe, és azt gondolják, hogy ezek az alumínium részecskék visszaverik a beérkező napsugarakat, tehát az üvegházhatás és a föld felmelegedése ellen tesznek. És ezért permeteznek alumínium, bárium, stroncium részecskéket a levegőbe. A báriumról, ha az nem jó.
Az alumínium sokkal rosszabb, Feri. Toxikus anyag. Rákkeltő. Nem jó. Ezt mondjuk fura, pont ezt teszádból felé, hogy a báriummal valamiféle problémát. Úgyhogy... Van benne egy pluszbetű a riumnál. Igen, a rium, nem rum, nem tudom. Nem bárum. És kik? Már engem erről is beszélek. Nem tudok mindent ellőni. Nem tudok mindent ellőni. Elmondom neked holnap, hogy kik csinálják. A szabadkőműves. Tessék? Szabadkőműves. Nem, ez nem ennyire messze menő, hogy az illuminátusok és a szabadkőművesek és mindenféle... Illuminátusok. Illuminátusok, nagy hatalmak. A Tel Avivi páholy. Figyelj, én abszolút vállalom, hogy azt nem gondolnám, hogy ezzel mondjuk a Pataki Attila sorsára jutok, de azt gondolom, hogy mondjuk valamikor kimentek az égre, vagy ezek kimentek az égre, és fölnéztek, és láttok két furcsa csíkot, és azt lefotózzátok, és még bejöttök másból. Figyelj, Bali, hát a fene vigye, mondtad ezeket a hülye csíkokat, én láttam kondens csík, húzza a repülő, kicsit húzza, eltűnik, oké. Okay. De majd amikor fölnéztek, és láttok olyat, ami nem volt ott 10 éve, és nem értitek, és ezt lefotózzátok, és arról beszélünk, akkor lehet, hogy a ti szkeptikusságotok is egy kicsit átfordul. Meg én úgy sem féltelek téged attól, hogy az Attilának a sorsára jut. Végül is a hosszú-hosszú évek kemény munkájával ért el azt. Kezded, de hát, ha nem mész el odáig. Szerintem bátorság ilyenről nyilvános rádióban, vagy nyilvános rádióadásban beszélni, mert az ember tényleg hülyének nézik. De nem zavar, mert aki hülyének néz, az tulajdonképpen a saját lelkiismeretét nyugtatja meg, és mondja azt, hogy nem, biztos a Bali hülye. Ez az elsődleges reflex, tudod. Jobb a másikat hülyének gondolni, mint elgondolkozni azon, hogy vajolajában lehet, hogy van-e abban valami, amit mond. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, sziasztok. Ciao. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, kitörő lelkesedéssel, óriási lendülettel, hihetetlen szeretettel köszöntünk mindenkit. Sziasztok! Jó reggelt! Hello! A kutya fáját. Chemtrail. Egy kicsit beszéljünk erről. Tudom, hogy itt most akkor itt nagyon komoly dolgok lesznek. Ugye van, aki hisz, van, aki nem hisz, van, aki nem tud semmit. Ez a három tábor. Ti, akik nem hisztek, én, aki szintén nem tud semmit, csak egy picit utána nézve összeállított néhány információt, ami elgondolkodtatásra ad okot, lehet rajta gondolkodni, hinni benne még mindig nem kell, de mégis azt mondom, hogy erről muszáj beszélni, ha csak kettő emberrel több néz föl az égre és kezd el gondolkodni, már megérte. Ti pedig azokat kérdezitek meg, amit minden ebben nem hívő vagy kicsit szkeptikusabb ember megkérdezne ilyenkor. Ugye? Tudod mit? Én hiszek benne, mehetünk tovább más témában. Jani, milyen vagyok? Szemetek. Ugye sokan kérdezik, hogy mostanában mi ez a divatos chemtrails, meg mi is ez, meg hogy kell ezt elképzelni. Ugye semmi másról nem szól, mint hogy az összeesküvés elmélet gyártók kitaláltak valamit, ezt mondják a szkeptikusok, akik pedig ebben hisznek, azok azt mondják, hogy nem kell más csinálni, fölnézni az égre, és meglehetősen furcsa, érdekes, 5-10 évvel ezelőtt nem felfedezhető csíkok vannak az égen. Ezek a csíkok, ezek általában párhuzamosak, ezek a csíkok nem hasonlítanak kondens csíkokhoz, ezek a csíkok sokkal több ideig tovább láthatók, és senki nem tudja megmondani, hogy ez valójában mi lehet. Tudjuk, hogy egy kondens csík az nagyjából úgy néz ki, hogy megy a repülő, mögötte ott van X hosszúságú kondens csík, és az aztán szépen elpárolog. Ugye ezek az érdekes csíkok azonban sokáig ott vannak, láthatóak, és úgy néznek ki, mintha ilyen permetszerű valami lenne. Tulajdonképpen ez a chemtrails, ugye ezek a vegyi csíkok a levegőben. Hogy ez mit is jelent, és miért is csinálják, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, van egy úgynevezett nagyon... Ja, bocsáss meg, mit is jelent ez, és miért csinálják? Rohadj meg! Ez a geoengineering, ez tulajdonképpen egy divatos szó most azoknál a tudósoknál, akik elvileg permeteznek, ez pedig azt jelenti, hogy harcolni a globális felmelegedés ellen, vagyis mi történik pontosan? Kémiai port juttatnak az atmoszférába, és így azt gondolják ők, hogy a káros sugarakat sikerül ezzel visszatükrözni. Tehát egy alapvetően jó kezdeményezésről lenne szó. Hogy alapvetően jó kezdeményezés, ezt nem tudom, mert bármilyen úton, módon manipulálni az időjárást, a föld hőmérsékletét, a bolygó hőmérsékletét szerintem már nem jó, mert ebbe tudatosan beleszólni, és nagy területen így beavatkozni a föld rendszerébe szerintem egyébként nem biztos, hogy jó. De hát az életmódunkkal folyamatosan manipuláljuk, úgymond. Az életmódunkkal igen, csak hogy ezt nem igazán kutatták, hogy ez pontosan milyen hatása van ennek. Mit csinálnak ők? Jó minőségű alumínium részecskéket állítanak elő, úgy, hogy alumínium gőzt, vagy alumínium port szórnak szét, ami oxidálódik, és ez az oxidálódás ez egyfajta ilyen felhőszerű anyagot képez. Rengeteg anyag van már az interneten, ami erről árulkodik, hogy ez hogy zajlik pontosan. Ez egy kémiai por, egy olcsón előállítható, leginkább alumíniumot tartalmazó, és itt jön a döbbenet, hogy leginkább alumíniumot tartalmazó
tulajdonképpen port juttatnak a levegőbe. És akkor ez lesz a védőhálónk. Nekünk. Azt mondják, igen, hogy baromi olcsó, és hogy az alumínium azért alumínium, mert hogy négyszer akkora a tükröző felülete, mint bármilyen más mesterségesen előállított kémiai anyagnak. Olcsó, könnyen előállítható, nagyon nagy mennyiségben lehet kiszórni, és nagyon sok napsugarat tud visszatükrözni. Uh-huh. Ez a geoengineering. Ők erre fogják. És akkor itt jön ugye a kérdés, hogy ők most erre fogják, és emögött van egy tudatos másfajta szándék, vagy csak néhány önjelölt űrült, aki azt gondolja, hogy beleszólhat abba, hogy irányítsa a föld klímáját, az kapott engedélyt arra, hogy permetezze. Ezt valaki már ezt kimondta, tehát egy hivatalos ember, aki ilyen alumíniumport gyártó, vagy aki kitalálta ezt a geovédőhálót. Ez a geoengineering, így van. Ezt kitalálta ezt az ember, és ő, tehát ezt egy hivatalos ember már elmondta, hogy ez egy létező dolog, gyerekek, mi ilyet csinálunk, hogy megvédjünk benneteket. Így van. Ezt kimondták, így van. Rendeztek egy konferenciát, és itt jön a döbbenet, hogy aki bizonyítékokat akar, az mit tud kapni? 2011-ben az USA-ban rendeztek egy konferenciát, AES volt a neve, és ott voltak azok a tudósok, akik kitalálták, és azóta is egyébként felvállaltan végrehajtják ezt a fajta permetezést, arra fogva, hogy mi jót akarunk nektek, és segítünk. És lehetett tőlük kérdezni, és van videó felvétel arról, ahogy ezek a tudósok egyébként kint állnak egy asztalnál, bentül rengeteg stratoszféra kutató, fizikusok, kémikusok, újságírók, és kérdeznek ezektől a tudósoktól. Aha. Akik ugye nyilván nem mondanak mást, mint hogy mi csak a geoengineeringet csináljuk, és nem akarunk ártani. Föltetek nekik egy olyan kérdést, hogy méghozzá David Keatnek, aki egyébként a Calgary Egyetem professzora, valaki megkérdezte, hogy a sok más mellékhatás mellett vizsgálták-e a mikroszkopikus nagyságú részecskék belélegzésének hatását az emberi szervezetre, ugye ezek ilyen por jellegű alumínium részecskék, amik előbb-utóbb leérkeznek a stratoszférába. És azt mondta, hogy nincs semmilyen káros hatása. Majd a kérdező ezzel nem elégedett meg, látszik a videó felvételen egyébként, hogy megint kérdez egyet, és azt mondja, hogy azt akarja mondani, ez hangzik el a videón, hogy 10 millió tonnányi alumínium kiszórása az atmoszférába semmilyen hatással nincs az emberi szervezetre? És erre a pacák vett egy mély levegőt, ez látszik a videó, megdöbbentő egyébként, és azt mondta, engedje meg, hogy ebben az esetben óvatosabban fogalmazzak. Semmilyen komolyabb tanulmányt nem csináltunk az alumíniumról, tehát előfordulhat, hogy holnap valami olyan szörnyűséget fedezünk föl, idézek tőle, amire nem gondoltunk. Érted ezt a mondatot? Aha, hogy előfordulhat, hogy holnap valami olyan szörnyűséget fedezünk fel, amire nem gondoltunk. Tehát ezek az emberek kaptak egy törvényi felhatalmazást arra, hogy egyébként csinálhatják ezt a geoengineeringet, mindjárt elmondom azt is, hogy kihatalmazta föl őket, de nem kutatták, vagy legalábbis jelen pillanatban még nem tudják, hogy a stratoszférából, a felső légrétegekből leszálló alumíniumnak milyen toxikus hatásai vannak a környezetre, az emberi szervezetre, a vizekre, az ivóvízre, az állatokra, a növényekre, semmire. Szabad hát, ne feled, hogy mondtad ezt, hogy mindjárt folytatod a gondolatot. Zene? Igen, ez a reklámizene. Ha már ez tényleg létezik. Igen. Most a kötözködés teljes kizárásával teszem fel a kérdéseimet. Ez tényleg létezik. Abban a világban, ahol mindenről egy másodperc alatt értesítést kapunk. Hogy lehet az, hogy ez a mondat elhangzott, fölvették televíziós kamerával, és a világ összes híradója ezt elfelejtette közölni nekünk, hogy gyerekek, van egy pacák, aki most ebben a pillanatban kimondta azt, hogy mi mérgezzük a légkört, anélkül, hogy csináltunk volna egy orvosi kutatást, és tudnánk, hogy mi történik az emberekkel. Most kérdezem én, hogy te látod a világ összes híradóját? De hogy nem bátor kijelentés az, hogy van az, hogy a világ összes híradója ezt elfelejtik közölni? Jó, világ összes, jó, most nyilván. Értem, mit mondasz. De például, hogy a magyar televíziók ezt egy könnyed lépéssel átlépték, de a magyar sajtó is egy könnyed lépéssel átlépte, már azt a részét nem lépte át, amikor elkezdtünk összeesküvés elméletezni. Arról már hallottál. Figyelj, az, hogy a magyar sajtóban erre nincs igény, nem tudom. Rendeznek különböző konferenciákat Belgiumban, Németországban, ez ügynek számít, parlamenti felszólalások vannak, például Németországban, Belgiumban van egy nagy, volt egy nagy konferencia, erről is akarok majd beszélni, tehát ez abszolút közügy. Uh-huh. Amerikában időjárás jelentők, hírműsorok,
mutatják azt, és teszik föl a kérdéseiket. Amerikában látni olyan időjárás jelentéseket, ahol a pacák, mint időjós egyébként elmondja, hogy na látják itt, mutatnak egy Google Earth képet, látják itt ezeket a fura felhőket, hát én se tudom, hogy ez micsoda, erre mondják, hogy chemtrail, ez lehet az, mert ennek nincs rendes fizikai magyarázata. Tehát, hogy ez van, ez abszolút téma. Nálunk, amíg a kétfejű kecske a téma, meg amíg arról beszélek, hogy betörtek Mari nénihez, és mindez egy híradóban, addig nem tudom, hogy ez le tud-e szivárogni a hétköznapi ember szintjére. Visszatérve erre a konferenciára, ami 2011-ben az USA-ban volt, csináltak egy táblázatot ezen a konferencián, megdöbbentő, és leírták a program előnyeit és hátrányait. És megmutatták ezt. És az előnyök között az volt, hogy hűtjük a bolygót. Aha. Tehát ez nektek jó, nem lesz melegedés, lehűtjük a bolygót, megmentünk benneteket. A megnevezett és a be nem bizonyított kockázatok között azért leírták az ozonlyuk képződés, az aszályok Afrikában, aszályok Ázsiában, árvizek szerte a világon, termőföldek elsavasodása és megváltozó ökoszisztéma. De azt mondják, hogy ezt leírták, de mivel erre nincs bizonyíték, senki nem tud oda menni, és nem tudja nekik azt mondani, hogy itt van, mert ez már történik. Ők ezt csak leírták, mint egy mentesítve magukat a felelősség alól, hogy akár ez is megtörténhet. De mivel nem kutattuk, még nem történik meg. Igen? Ők egy ellentétet árulnak, akkor gyerekek. Hát nem árultak, ezen a konferencián csak összeszedték az előnyöket és a hátrányokat. Tehát azt mondja, hogy lehűtöm a bolygót, ugye? Ez a küldetésem. De az a mellékhatása, hogy elsivatagosodunk, meg ózonjuk. Azt mondta, hogy a megnevezett kockázatok között ez lehet, aha, vagyis kutatnunk kell tovább. Viszont amíg ezeket a kutatásokat nem csináljuk meg, addig is a bolygó érdeke az, hogy permetezzünk. És ez hogy lehet, hogy állami szervek, amiknek nyilván feladatuk lenne az is, hogy mielőtt beleegyeznek egy ilyen tevékenységbe, még ha ez a tevékenység alapvetően pozitív célokat is szolgál, hogy nem vizsgálják meg, nem, tényleg nincsenek előttanulmányok, nincsenek kutatások, nincsenek olyan tudósok bebomba ebbe a bizonyos folyamatba, akik azt mondanák, hogy gyerekek, hát addig, amíg nem tudjuk, hogy ez az alumínium, ha bejut a tüdőbe, milyen következményekkel jár rövid és hosszú távon az emberi szervezetre, addig talán nem kéne. Szóval, hogy nincs valaki, aki azt mondja, hogy majd akkor csináljuk ezt, amikor majd ezek a dolgok le lesznek kutatva. Nincs, olyan nincs, aki lefújja, orvosok, fizikusok, kémikusok, biológusok, talajkutatók, mindenki mondja már, hogy le kéne állni, mert konkrét bizonyítékok vannak. Mindjárt mutatok egyébként hát mérési eredményeket. Igen, hát ez igazából ennyi. Tehát ugye nagyon jól tudjuk, hogy nem csak Budapest, hanem Magyarország, de Európa vagy a világ számos területén vannak folyamatos levegő szennyezettségi mérések. Na most, hogyha a drámai módon megnőne, vagy megnövekedne mondjuk az alumíniumnak a jelenléte ezekben a szennyezettségi adatokban, abban csak a pillanatban nyilván reagálnának mondjuk erre és jeleznék. Ez egy nagyon szép és egy naiv feltevés, igen, hogy egy környezetkutató elmegy az Obamához, egyébként nem jut be hozzá, vagy elmegy egy kongresszusi képviselő, és azt mondja, itt vannak az adatok, 50 000-szeresére nőtt az alumínium szennyezettség ezekben a hegyekben, Arizona bizonyos vidékein, majd egyébként a kongresszusi képviselő persze azt mondja, adja ide a papírt, majd foglalkozunk vele, és a büdös életben nem jut ez felső világméretűként. Elmondom még, hogy mit mondott Obama. Azt nyilatkoztam, hogy dr. John Holdrend szeretné a tudományos főmunkatársának kinevezni, és a Fehérvárház Tudomány és Technológiai Hivatalának vezetőjének tette meg. Azt mondta, amikor hivatalba léptette ezt az embert, hogy már nagyon várom a bölcs tanácsait. Ezt ő nyilatkozta, erről hírfelvétel van. Mit mondott ez az ember, akinek egyébként Obama várja a bölcs tanácsait, és akire Obama hallgat, és Obama megcsinálja azt, amit neki mondanak, mert hogy a bolygó bajban van. Azt mondta, hogy mindenféleképpen fent kell tartani a hosszú távú permetezést és az időjárás irányításának a kezünkbe vételét. Na most már az időjárást is. És akkor itt jönnek majd a mögöttes szándékok, amiről szintén akarok beszélni, hogy mi lehet a mögöttes szándék. Egy-két mérés, csak hogy mi történik most a természetben. Van egy nagyon híres észak-kaliforniai hegységrendszer, hegy, ez a Mont Shasta nevezető hegység, kivonultak oda és végeztek különböző méréseket. Biológusok, kémikusok. Megállapították, hogy egy-egy heves permetezés után a vizek felszínén egy filmréteg keletkezik, megvizsgálták, hogy miből van ez a filmréteg, azt mondták, hogy alumínium bárium. Számos esetben az emelkedés 50 000-szerese volt a megengedett határértéknek, az alumínium szennyezettség 50 000-szerese volt. Meg kimutatták ezt esővízben, talajvízben, a hóban, azt mondták, hogy aki már például ennek a hegynek a havát issza, az alumínium mérgezést követel maga ellen, hogy ne tegyék.
vettek a hegyoldalon található hómintából is értékeket egy-egy permetezés után, a több ezerszerese a megengedett. Na most nálunk is permeteznek, igen? Nálunk még nem mérnek ilyet? Nem tudom, hogy valaki Magyarországon ezt mérje. Dehogy nem, hát a légszennyezettséget mérik, és a légszennyezettségi adatokban meg kéne jelenni az 50 ezerszeres alumíniumnak. Az egy speciális vizsgálat, ami azért nem olcsó, tehát itt megnézik a CO-t, tehát amit te látsz, mondjuk azon ki van vetítve, azt mondják, hogy megmértük a CO-t, meg ez is, akkor legyen smogriadó, vagy ne legyen smogriadó, nem tudom, hogy ezt mérik-e. Megkérdeztek tűzoltókat arról, hogy mi az oka, hogy mostanában ennyire heves erdőtüzek vannak, és például Arizonában, ami 5 vagy 10 vagy 15 évvel ezelőtt nem volt. Szabadságon voltunk. Igen, azt mondták, hogy ők is, nekik is feltűnt, és végeztettek levegő mintavételt Arizonában, és kiderült, hogy a fákon eddig soha nem látott mértékben tapadtak meg a könnyen gyúlékony alumínium részecskék, és a fákon szintén lerakódott magnézium részecskék, és ezek a hihetetlen megállíthatatlan, brutális méreteket öltött erdőtüzek azért vannak, mert hogy ezek a fák, hogy ezekre szépen ráesik, ezek raktározzák, amikor gyúlik, akkor sokkal durvábban ég. És ezekkel nyilván elmentek különböző kongresszusi képviselők, és nyilván megpróbálnak bejutni a Fehérházba, vagy a kongresszusba, nem nagyon tudnak. Hogy mutatom, hoztam nektek képeket egyébként, hogy néz ki egy kondens csík, és hogy néz ki az, amikor ilyen chemtrail csíkok vannak az égen. Érdemes egyébként azért erre is vetni egy pillantást, hogy ha fölnézel az égre, akkor azt látod, hogy ez a kondens csík egy idő után eltűnik, kipároló negedességből áll, ugye jégkristályok, kikerül az atmoszférába, felpezseg, elpárolog, eltűnik, ez látható. Amiről most beszélünk, és amit ti is láttok a képen, ezek a, amikor ilyen fehér füstszerű réteg borítja be az eget, horizontól horizontig tart, és egyáltalán nem oszlik föl. A permetezés után egyébként rengetegen panaszkodnak nehéz légzésre, és itt is, amikor vizsgálnak, akkor szintén az alumínium, a bárium és a stroncium kimutatható. Na most ezt nézd meg, ezeket a csíkokat, amiket hoztam, mutattam már egy csomót egyébként, hogy na, hogy erre milyen magyarázat? Ezek nem voltak 5 vagy nem voltak 10 éve hosszú, el nem tűnő kondens csíkok. Hát ezt az elméletet száfoló oldalakon azért lehet látni, igen? Olyan fotókat is, ami a 90-es évekből származik, és van ugyanilyen hosszú kondens csík ebben is. És ezek ugyanazok, csak még nem oszlottak el? Lehet, hogy azt akarod ott mondani? Van, és akkor igen, akkor is permeteztek ebben. Na jó, nagyon csöndben vagytok. Hát mindenhez mi se érthetünk. Hát honnan ja, most tudja, nem erre kérdezem, ugye egyáltalán nem támadtok olyan hevesen, mint szoktatok. Elhetetek hallgatni. Ne, nagyon megvagyok. Hát mert a megszólalás előtt megkérdezik. Az a, figyelj csak, hogy az elmélet alapjait piszkáljuk már meg egy igen. Kicsit. Már annak az elméletnek, hogy ez a védőháló ez létezhet. Hogy itt mi a Hogy működik a védőháló, hogy az alumínium rétegnek fönn kéne maradni a levegőben is, mint egy búra ráborulni a földre, igen. És úgy veri vissza a sugárzásokat, hogy hűtse a földre, vagy az alumínium bornak rá kell telepednie a földre, és akkor úgy nem. Vissza ez a sugárzás. Nem, itt az a lényeg, hogy ezek fent legyenek ugye a levegőben magasan, pár nap alatt aláhújjanak, de amíg a levegőben van, és azért permeteznek folyamatosan, hogy folyamatosan legyen a levegőben, ott az alumínium részecskék visszaverik a napsugarakat. Aha. Na. És itt jön a lényeg, hogy a lehullást már ugye nem kutatták, sem azt, hogy ennek milyen toxikus hatásai vannak, aha. Milyen mérgező hatásai vannak. Kifizeti ezt, mert hogy csak, hogyha ha csak azt számolod, hogy az alumínium por magnéziummal való keverésének előállítása, plusz a repülőgépek, plusz a logisztikája ennek a dolognak, plusz a repülőgépek üzemanyaga. Léci, ezt ne firtassuk ezt a dolgot, mert a közelőben szándékozok venni néhány részvényt egy Tímföldgyárban. Már hallottam, hogy ez mostanában nagyon felfutóban lévő. Beszélek rögtön a szándékokról, csak egy-két egészségkárosító hatás is. Ugye, ha az ember megbetegszik, akkor arról van szó, hogy valamilyen toxin megemelkedett a szervezetében, valamilyen méreganyag. Az alumínium ugye híres arról, hogy rákkeltő tulajdonságai vannak, felezési ideje évtizedekben mérhető, egyértelmű, hogyha ez bekerül a földbe, bekerül az emberi szervezetbe, akkor a rák esélye ez egyértelműen megnövekszik. Tudományos közösségek, orvosok, biológusok tényleg hívják fel a figyelmet arra, hogy a nehézfémek károsítanak, hagyják abba a permetezést. És ez már egy teljesen egyértelmű tény, tehát magát a geoengineering programot, ezt beismerték, aha. Végzik, beszélnek róla, stratégiájuk van, megvan a finanszírozás, egész egyszerűen csinálják. Tehát, hogy ez egy abszolút bevett dolog. És kérdezted a híradókat, például ki számolt be, vagy melyik magyar orgánum számolt be arról, hogy Belgiumban megrendezték a világ első chemtrail konferenciáját. A világ minden tájáról érkeztek emberek, az eseményt figyelő, vizsgáló szakemberek, politikusok, aktivisták, akik megvizsgálták a program egészségügyi, környezeti, szociális hatékonyságát, és elképesztő eredményeket hoztak. Tehát itt már nem arról van szó, hogy permeteznek-e vagy nem, itt arról van szó, hogy permeteznek, uh-huh. Valójában mi a mögöttes szándék,
valójában csak annyi, hogy megállítsuk a globális felmelegedést, vagy van-e valamilyen mögöttes szándék emellett, amit nem tudhatunk. Ezek a mögöttes szándékok egyébként rengeteg minden lehet, és akkor itt jön a finanszírozás. Ez lehet az, hogy megpróbálják manipulálni az időjárást, hogy megpróbálják kézbe venni az időjárást, hiszen aki irányítja az időjárást, az annak hatalma van. Tehát annak egyértelműen hatalma van. Ez is cél lehet, hogy tudják befolyásolni az időjárást. Hadászati célokra, fegyverkezési célokra, kommunikációs célokra. Hát nem tudhatod, nem saját... is mennék olyan messze, hogy ezeket én bevállaljam, hogy vajon mi a cél. Ez azért egy picit ilyen túlpörgetett már ténylegesen az összeesküvés elméletek határát súlyos, sőt tulajdonképpen az is elmélet, mert hogy egyébként pont egy olyan dologról beszélünk, aminek a következményei még egyelőre kiszámíthatatlanok. Tehát, hogy ne beszéljünk már arról, hogy majd átveszik az időjárás felett az ellenőrzés, miközben egy olyan tevékenységet folytatnak, aminek a közvetlen Jani, konkrét hatásait sem ismerik. De az időjárás átvevésének a lehetősége az kell, hogy valamivel elkezdjék. És azt mondják, hogy ha én egy ország fele tudok asszályt csinálni, vagy el tudom dönteni azt, hogy hol essen az eső, és hol nem essen az eső, és hol pusztítok el ezzel mondjuk országokat, vagy nem pusztítok el, én nem akarok ennyire paranoiás lenni, akkor az hatalom. És egyébként már. De hát ezt minden országban nem csinálhatják meg, hiszen az országoknak attól függően, hogy milyen politikai vagy katonai tömbhöz tartoznak, attól függően engednek bizonyos repülőgépeket. Igen, nem is permeteznek egyébként Dél-Amerikában, nem is permeteznek egyébként bizonyos ázsiai országokban, leginkább egyébként az Egyesült Államokban. Tehát a saját országokban miért okoznak a szájt akkor? A saját országaiban, a saját légterükben. Az Amerikát miért teszik tönkre? Mert akkor nyilván az amerikai. Miért az amerikaiaknak, hogy felgyulladnak az erdőik, és nem tudják eloltani őket, és veszélybe kerülnek egy csomó nagyvárosuk? Nem jól közelítitek meg a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy ez a cél. Itt arról van szó, hogy ők csinálnak valamit, aminek van egy mögöttes szándéka, aminek van egy mögöttes tartalma, aminek a mellékhatásai, hogy meggyulladnak az erdők. De kicsit naív azt gondolni, hogy ebből valaki, vagy valami nagyon sokat profitál, akkor ő majd törődik a meggyulladó erdőkkel. Szerintem nem, de mindjárt elmondom az indokokat. Az Amerikai Egyesült Államoknak van egy konkrét dokumentuma, ami nyilvános és elérhető. Benne van az, hogy a kormány célja az időjárás birtoklása, már a vietnámi háború előtt is kísérleteztek ezzel, és hogy kézbe kellene venni az időjárást. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy lesz valaki mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ugye különböző nagy koncernek támogatják, lobbisták, akik adnak pénzt, hogy te az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyél. Az leszel, megválasztanak téged, utána be kell tartanod az ígéreteket. Csak mondok egy kérdés, hogy nem szabad, vagy nem lehet azon elgondolkodni, hogy mondjuk olyan agráripari koncernek, mint a Monsanto, aki azért tudjuk, hogy génmanipulált ugye magvakat árul. Igen. Mondja azt, vagy pénzeli ezt. És csak kérdezem, és egyáltalán nem biztos, hogy 5-10 év múlva, vagy 15 vagy 20 év múlva, amikor ezek a földek elhalnak, amikor a termőföld már nem ad majd igazi termést, akkor mondja azt, hogy nekem van egy olyan, ami ezen a talajon is meg tud élni. Ami rezisztens az alumíniumra. És nekem érdekemben áll ez a permetezés. Tehát az, hogy ezt kik pénzelik, az, hogy kik állnak-e mögött, ezt soha nem fogod megtudni. Itt az a lényeg, hogy valami történik, de ha csak annyi történik, hogy valójában permeteznek és bele akarnak szólni az időjárásba, az jó. Azt engedni kell, arról téged megkérdeztek, hogy megszórjanak alumíniummal. Nem jó, tehát nem ez a kérdés, hogy ez jó-e vagy sem. Ha ez egy létező dolog, akkor ez természetesen elutasítandó, és tényleg tiltakozni kell. Hát főleg úgy, hogy az alumínium toxikus fém, tehát hogy ez igazából nem is kellene egy környezettanulmányt írni, meg kiírni valamiféle kis, hogy hívják ott, vizsgálatot, vagy olyan laboratóriumi sorozatot, hogy csak azért, hogy majd kivizsgáljuk, hogy az alumínium toxikus, tudjuk róla. Tehát, hogyha szervezetedbe jut, akkor az mérgezést okoz. 2011-ben, amikor volt ez a konferencia, akkor ez a David Keith, aki elmondta, hogy ugye előfordulhat, hogy holnap valami olyan szörnyűséget fedezünk fel, amire nem gondoltunk. Azt is mondta, és ez a mondat is az ő száját hagyta el, hogy ez nem igazán jelent morális problémát, hogy nem tudjuk, hogy mi van. És nem tudjuk, hogy valami olyan szörnyűséget fedezünk fel, amire lehet, hogy holnap járjunk. Ez nem jelent morális problémát, csupán annyit, hogy az unokáink kontójára játszunk. Ezt ő elmondta, ezt ő így kijelentette. Tehát, hogy ebben ez az igazán megdöbbentő. Na, ez jobb bizonyíték, mint az, hogy van három csík az égen, érted? Tehát, hogy ha ezek tényleg elhangzottak, ezek a mondatok, meg ha ezek megtekinthetők, akkor az oké. Csak jöttök a csíkokkal, aminek a legnagyobb része, tehát az a bajom, hogy ma minden ember néz föl, és lát egy normál kondenz csíkot, ami egy egyszerű fizikai dolog. De akkor ezek 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt miért nem voltak, amikor már repültek? Kevesebb volt a légiparádé. Voltak kondenz csíkok. Itt nem kondenz csíkokról beszélünk. Tehát az, ami egy lehet, hogy azok nem is kondenz csíkok, hanem valójában akkor fogy ki az alumínium a gépekből, és azért rövidebb a csík.
most már kezdek én is átállni a másodatára. Amikor egy óra után is látott horizontól horizontig terjedt felhőszerű kondenscsíkra, egyáltalán nem percek alatt nem eltűnő párhuzamos csíkokat látunk az égen, ami egy ilyen permetszerű képződmény, és pár nap mire leér, az 10 éve miért nem volt, ha az kondenscsík? 15 éve miért nem volt ilyen az égen? Hát ez a 10 éve nem volt, ezek megcáfolható dolgok 15 éve. De szerintem már csak az is szörnyű, hogy néhány ember istent játszva megpróbál beleszólni a természetbe, és az van, hogy te eldöntheted, hogy hogy akarsz meghalni, eldöntheted, hogy mit eszel, eldöntheted, hogy mit iszol, mérgezed-e magad, vagy nem. De amikor rajtad álló emberek döntik el, hogy téged mérgeznek úgy, hogy te tehetetlen vagy, ha nincs mögötte szándék, ha nem agráripari konszernek, ha nem hadászati célok, ha nem az időjárás befolyásolása, csupán csak a globális felmelegedést akarja megváltoztatni néhány önjelölt, istent játszó ember, és ebben mondjuk emberek belehalnak. Ebben az igazad jó, van. Nem is mennék van. Oda, hogy az emberiség kipusztítása, meg mit tudom én, a népesség csökkentés, nem, mert ezek már mind összeesküvés elméletek. Oké, csak akkor itt van az erdőtüzes dolog, itt az elmúlt másodpercben rákerestem az erdőtüzek kronológiájára. Spanyolország legnagyobb erdőtüze 1992-ben volt, tehát akkor még ugye nem volt. Azt mondtad, hogy most rátelepszik az alumínium meg a magnézium a falevére, és ettől ég, most ezért mindennél nagyobb. Az Egyesült Államok legnagyobb erdőtüze pedig 1974-es. Nem értem a párhuzamot. Azért, mert volt egy erdőtűz, ami 1974-ben volt a legnagyobb, azért egy kisebb terjedésű is lehet, sokkal agresszívebb, sokkal gyorsabban terjedő, megmagyarázhatatlanul terjedő erdőtűz, ami lehet, hogy nem a legnagyobb. Tehát, hogy ezek számomra nem bizonyítékok azért, mert nem 98-ban volt a legnagyobb, hanem 74-ben. Jó, hát ezért mégsem tudják most már eloltani, és a tűzoltók is bevizsgáltattak, ez nem volt régen. És azt mondták, hogy tele vannak a fák alumínummal, stronciummal, báriummal, ez nem volt a valódi természetben. Nem értik egyébként, hogy mi történik. Elmentek Hawaii-ra, akik forgatták ezt a dokumentumfilmet, megmutatták, hogy savasodik a föld, hogy halál a természet, elmentek fákhoz, letéphetőek a fák kérgei, földből pH értéket mértek, vizet mértek, megmutatták ezt a filmszerű réteget, ami képződik permetezés után, és azt mondják, hogy nem volt. Nem tudjuk, hogy mi történik, de ez itt van, valamit szórnak ránk, nem tudjuk, hogy miért, de szórnak. Mindenki ébredjen föl, és tegyen föl három darab kérdést, hogy mégis mi a fene ez. Mutass még nekünk csíkokat nagyon, az égen. Nem lehet, hogy sokkal drámaibb a helyzet, és valójában a csíkok az ég, és a kék az, ami a permet. Most mutatok egy kondens csíkot, és mutatok egy chemtrailt, ez ugye most a hallgatóknak kevésbé izgalmas. De hát rá tudnak keresni, szerintem sokunk rá van interneten. Igen, tehát itt van a kondens csík, és itt a chemtrail. Tessék, a kondens csík mondjuk 5 cm hosszú, maga a csík, az pedig el nem tűnik, és horizonton átívelő. Jó, tehát, ezek a párhuzamos csíkek, amit tessék. Amit az előbb mutattál, azt ne hajtsd már el. Jó, csak mutatok egy jobbat. De az nagyon jó volt, mert az pont magyarázat. Ott ugye két kondenszcsík lát, akkor most a kondenszcsíknak ugye az a tulajdonsága, hogy attól függően lesz hosszú, avagy rövid, hogy milyen körülmények között. Nem a magasságtól, illetve a magasságtól úgy függ, hogy például lefelszálló repülőnél sosincs, mert amit még ilyen közelről látszott, nem lehet. Tehát ez több ezer méter magasan alakulhat ki. Az a két gép például, amit te ott látsz, az halvány segédfogalmunk nincs, hogy milyen magasan ment. A hosszú kondenszcsík, amit most látunk, az például sokkal vastagabb, mint a másik, a kis rövid csíkunk, amiről nem is tudjuk, hogy milyen irányba, meg hogy megy a repülés, milyen magasságban. Tehát közelebbről a rövidebb is hosszú? Például. Na, tessék. Vagy vastagabb. Ez egyébként a kecskeméti repülőnapon készül. Van egy amerikai kongresszusi képviselő, aki leadott egy törvényjavaslatot 2010-ben, Dennis Kuncininek hívják, ő azt mondta, bemutatta, hogy ebben a törvényjavaslatban dokumentálva van a szórás, és akkor még ugye javaslatok vannak arra, hogy ha már a hatályba léptetése megtörtént, azóta megtörtént, akkor egyébként még hogy tudják ezt kiterjeszteni. Ugye megint van egy érdekes kérdés, hogy akkor hogy repülhet be a mi légterünkbe? Na ugye? Hogy repülhet be a mi légterünkbe? Hát NATO tagok vagy. Például NATO tagország vagy. Ki az, aki a jelen politikai helyzetben egyébként az Amerikai Egyesült Államoknak azt mondja, hogy figyelj, mi hadászati célokból átrepülnénk 12 000 méter magasan a te légtered felett, majd Magyarország azt mondja, hogy nem repülhettek, majd Magyarország vagy bármelyik európai ország azt mondja, hogy egyébként ehhez nincs jogotok, vagy nem tehetitek meg, vagy ellentmond. Ezek ezért nagyon egyszerű dolgok, hogy ez nem így működik, hogy akkor majd most itt a magyar miniszterelnök Orbán Viktor azt mondja, már pedig itt még 12 000 méteren nem repülnek el gépek. De elrepülnek. Ő nagyon elfoglal, de én azért dr. Illis Zoltánt felhívnám. De és megkérdezném, hogy ő mit szól mindez. Tehát ennél több bizonyítékot igazából a témában nem lehet hozni. Szerintem a mi felelősségünk az, meg mindenki felelősség, aki kicsit is hisz ebben, és nem legyint rá, hogy felálljon, hogy tájékozódjon, hogy beszéljen, hogy elkezdje terjeszteni, és kérdéseket tegyen föl, és ezek az emberek, akik ezt csinálják, ezek pont erre alapoznak. Úgy se kérdeznek, úgyis hülyék, úgyis birkák, úgyis meg lehet velük bármit csinálni, teljesen mindegy, mert mindenre rábólintanak, semmit nem hisznek el.
Szerintem azért ez meggyőző, amit ezek mondanak. Nekem még egyszer mondom, csak és kizárólag annyi a bajom, hogy van egy tudós koponya, ennyit dumáltunk. Rohadt sokat, igen. Nem baj. Igen, ugrott a best of. Van egy tudós kolléga, aki... Hogy van egy tudós ember, aki ezt állítja, és nincs világméretű felhördülés, szaklapok nem cáfolnak, vagy csak ez nem jutott el hozzánk. De... Tehát, hogy ennyire buta világban élünk, hogy becsukjuk a szemünket. Figyelj, az emberek a mai világban egyébként nem mennek el szavazni, nem foglalkoznak közügyekkel, nem érdekli őket semmi. Kimutathatóan az alattunk, tehát a 15-30 éves generáció nem érdeklik a közügyek, nem mennek el, és mit várunk, hogy ezek az emberek elmennek és közösen együtt fellépnek egy ilyen ellen, vagy azt mondják, hogy ne hozzatok génmanipulált vetőmagokat, vagy ez az embereket érdekli, a saját sorsa érdekli, a saját boldogulás, aztán majd lesz valahogy. Tehát egy olyan összefogást vársz el, ami egyébként a jelenlegi társadalomra és a jelenlegi hétköznapi emberre ez egyébként nem jellemző. Nem jellemző a magyar emberekre se, és nem jellemző sajnos világszerte se. De a génmanipulált vetőmagokról mindenki tud, így érted? Van. Tehát, hogy azt miért nem? Tehát, hogy ott az is megszületett, működik ez a dolog, csinálják, az ellen fellépünk. És nem a fellépésről beszélek, csak a tudásról, hogy tudod magát, hogy létezik a dolog. Mert itt nem tudod biztosan. És hát nekem ezek az emberek, akik elmondták, hogy már pedig szórunk, és erre felhatalmazásunk van, és belenyúlunk a klímában, nekem azért ez elég bizonyíték. A mögötte szándékokat nem tudom. Ha annyira komoly lenne ez a dolog, akkor hogy lehet, hogy a nagyon ismert és egyébként minden kicsi, apró, cseprő, pici dologra ugró nemzetközi környezetvédelmi szervezetek, mint például a Greenpeace, hogy nem ugrik rá erre a témára rögtön, és hogy nem kampányolnak, és hogy nem tüntetnek, és hogy nem próbálják meg brosúrákkal elárasztani az De honnan embereket? Tudod, hogy nem tudják? Azért hát, mert azért nem hallasz róla? Akkor mutatok neked az interneten Greenpeace tüntetéseket, mutatok neked. Megmondom, hogy miért. Mutatok azért, neked konferenciákat, ahol ott vannak a Greenpeace-esek, mint a belgiumi konferenciát. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy nem tüntetnek, hogy nincs ez a világ híradójában nem nagy képű kijelentés, hogy mi itt a szűrt valóságon, amikor belül a tények és a nem tudom, az RTL híradóján keresztül informálod, egyébként azt mondjuk, hogy nincs ez a világ híradójában. Németországban parlamenti felszólalások vannak az ügyből, a kongresszusi képviselők Amerikában erről beszélnek, tagadják, vagy elismerik. Belgiumban konferenciát rendeznek róla. Ez már túlmutatott az, hogy nem hallok róla. Azért nem hallottál róla, mert nem néztél meg 10 percet az interneten, hogy milyen konferenciák vannak. Tehát, azért vagyok én egy picit kétkedő, mert én pártoló tagja vagyok a Greenpeace-nek, és minden egyes aktivitásukról tudok, hiszen hírlevelet kapok róla. Ilyen jó. Egyszerű. Hát a Magyarországon még a Greenpeace ez ellen nem lépett föl, az Amerikai Egyesült Államokban egyébként többször. Tehát, hogy... De ezeket én megmutatom neked. Na mindegy, igen, itt van az, hogy az ember azt mondja, hogy és inkább az, hogy nem akarom, megpróbálom magamat megnyugtatni azzal, hogy nem hiszek benne. Ez az elsődleges reakció. Biztos összeesküvés, ne törődjünk vele. Könnyebb így elfogadni az igazságot, mint azt mondani, hogy nézzünk utána. Szerintem ez egy ilyen lelkiismeret megnyugtatás tényező, hogy szkeptikus az ember. Uh-huh. Na mindegy, nézzetek utána, szerintem jó, érdekes a dolog. Jó volt, mondom, még egyszer, ha ilyen bizonyítékok vannak, lehet benne hinni, meg tudunk benne hinni, meg sok barom van a földön, tehát akár ezt is megcsinálhatják. Nekem eddig sántít, tehát a chemtrail érvelés az sántította a kondenszcsíkok mellett. Vannak ilyen emberek, akik ezt kimerték jelenteni, ezeket megnézzük, akkor lehet, hogy működik. Ha egy független környezetvédelmi szervezet fog végezni a közelőben egy olyan környezettanulmányt, amiből kiderül, hogy az utóbbi néhány hónapban drámai módon megnövekedett a magyarországi levegőben, vagy nem levegőben, hanem akkor már a földön, a növényzeten, a flórában, a faunában megjelent az alumínium, akkor én el fogom hinni. De rengeteg ilyen tanulmány van. Itt vannak. Csak arizonai tanulmányok. De mondom, hogy Magyarország. Jó, oké, megnézzük, hogy van-e. Elmegyünk gyorsan reklámra, jó, a mai best of az elmarad, majd szóban elmondjuk, milyen vicces volt. Kibékülünk és visszajövünk. De kibékülünk, kicsit még most nagyon összeveszünk, mert általában leteszünk, elalszik a piros, nagyon összeveszünk, hogy miért nem mész anyádba, hogy ilyeneket kérdez, te miért nem mész, hogy egy ilyeséget mondod. Igen, és aztán jövünk vissza. Klassz FM Morning Show. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.